Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt ház! Azt hittem, hogy több alkalommal az elmúlt egy évben már vitatkoztunk a ház falai között arról, hogy hogyan és miképpen lehetne segíteni, és azt hittem, hogy a kormánypárti képviselőtársaim is felnőttek már a feladathoz, de hallgatva Rogán képviselőtársamat, meggyőződésem, hogy érdemi vitát nem tudna lebonyolítani. Egy szó mint száz szeretném megvonni azt a jogot az ellenzéktől, hogy javaslata legyen. Tisztelt képviselőtársam, nem méltó önökhöz. Nem méltó azokhoz a százezrekhez, akik azt várták, egy éven keresztül azt várták, hogy önök eszközkezelővel, gazdasági csodával megmentik őket. Lehet, hogy ezért bennünket hibáztathatnak. Önök ebben a teremben meg is tehetik, de 130 ezer család a miniszterelnök bejelentése után sem tudja, hogy mi történik vele. Ehhez szerettünk volna hozzájárulni azzal a javaslattal, ami a ház előtt van. És ha önöknek fontos az a 130 ezer család, akkor nem azt nézik a nemzeti együttműködés jegyében, hogy ki volt a felelős, hanem megmentik őket. Erre szolgált volna a magáncsőd intézménye, amelyek önöket jól látható módon éppen most akarnak elutasítani. Higgyék el, nem ma dől el az, hogy megoldást találunk-e vagy sem, de hozzájárulhattunk volna ahhoz, mindannyian ebben a teremben, hogy azok az emberek, akik elvárják, sőt, saját hibájukon kívül kerültek ebben a helyzetben, hogy mind a bankok, mind az egyének, mind pedig az állam a maga feladatát elvégezze. Na most ahhoz képest, hogy a nagy Déreldúrral bejelentett 5 pontos csomagból két dolog világosan látszik. Önök újra adósság spirálba fogják 3 év után tenni Magyarország ezen adósait, és hogy az a moratórium feloldása, amely nem biztosítja az eszközkezelő révén, hogy ezek az emberek segítséget kapjanak, azok pedig az utcára kerülnek. Ehhez képest a magáncsőd intézménye, tisztelt képviselőtársaim, az a megoldás, amely a mai jogrendünkbe illeszthető módon minden egyes egyénnek lehetőséget adna arra, hogy a megoldás kerüljön az ő problémájára. Kérem, még egyszer gondolják végig. Köszönöm szépen. Nem lát. Harag Péter képviselő úr. Megjelent a monitoromon. Két percben, igen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Valóban a KDNP már egy évvel ezelőtt is beszélt a családi csődvédelemről. Ez némileg különbözik az egyéni csődvédelemről szóló előterjesztésről. Ez utóbbi egy olyan jogi kategória, amelybe belefér az általunk családi csődvédelemnek nevezett előterjesztés. Úgy érzem, nem csak, hogy a kettő nem zárja ki egymást, de a jelenlegi, a devizahitelesek problémáját megoldó 5 pont sem ellentétes ezzel az előterjesztéssel. Tehát azt mondhatnánk, hogy egy későbbi időpontban, amikor a sürgős feladatok megoldásán túl vagyunk, ezt a kérdést elő lehet venni, és valamiképpen összhangba lehet hozni azzal, ami a KDNP eredeti előterjesztése volt. Köszönöm szépen. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az elhangzottakra. Simon Gábor képviselő, 2 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudják, képviselőtársaim, vannak olyanok, akik a felelőst keresik, és vannak olyanok, akik a megoldást. Mi ezek utóbbiak közé tartozunk. Bármennyire is fáj, sokkal stílszerűbb volna, hogyha önök is inkább a megoldás oldalára helyezkednének. Rogán elnök úr mondta az 5 pontot, én emlékszem a 8 pontjára is. Ahogy a 8 pont nem adott megoldást, úgy vélem, sajnos az 5 pont sem fog valós megoldást adni a devizahiteleseknek. Olcsó az, hogy önök mindig azzal vágnak vissza, hogy a felelőseket keressük. Egyszer már beszéljenek arról, hogy például miért fáj ez az előterjesztés. Miért nem tudják elfogadni? Nincs semmi olyan benne, ami az önök szándékaival ellentétes. Harag frakcióvezető úr említette, hogy a KDNP-nek is volt egy hasonló javaslata annak idején, egy korábbi vita során. Miért nem fogadják el? Mondják meg, hogy miért nem fogadják el ezeket a javaslatokat? Azért, mert nem önök tették be? Hát kérem, hozzák holnap vissza fideszes előterjesztésként, és meg fogjuk szavazni. Tegyék meg, próbálják ki, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot, el fogjuk fogadni. A devizahitelesek, képviselő, érdekképviselő szervezetek önökkel ellentétben ezt a problémát a saját bőrükön érzik meg. Ők szeretnék, hogyha ezt elfogadnák. Ők javasolják, hogy ez a törvény előterjesztés, ez legyen elfogadva. Talán hallgassák meg önök is azoknak a szavát, akik
ezeket a problémákat nap mint nap a saját bőrükön élik meg. Én azt kérem önöktől, hogy a felelős keresés mellett azzal is foglalkozzanak, ami az embereknek a problémája. Az emberek pedig ezt a kérdést, ezt a problémát szeretnék, hogyha az önök segítségével is megoldhatnák. Ja, bocsánat, a felelős keresés olcsó lenne, ha én most azt mondanám vissza, hogy annak idén ki volt a felelős? Járai Zsigmond. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozattal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e Szekeres Imre és Simon Gábor képviselők által előterjesztett TIPER 2895-ös számú törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak most. Igen, 249 nem, egy tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba a javaslatot az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés, a Jobbik képviselőcsoportja a házszabály rendelkezése alapján kérte, hogy az Országgyűlés döntsön az Ifjúsági és Szociális Bizottság által elutasított a szociális kártya országos utalvány, illetve pénzhelyettesítő eszköz bevezetéséről szóló H.P.R. 2445-ös számú határozati javaslat tárgy sorozatba vételéről. Megkérdezem az előterjesztők közül Schneider Tamás, hogyha jól látom, Schneider képviselő úr 5 perces időkeretben. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A most elénk kerülő határozati javaslat a Jobbiknak egyik alapvető programja volt a választások idején, de úgy gondoljuk, hogy nem csak a Jobbik programja volt, hanem a lakosság nagyon jelentős része egyetért azzal a gondolattal, hogy a támogatásokért, segélyekért cserébe elvárjunk bizonyos elvárásokat, követelményeket, hogy ne csak szórjuk ki az adófizetők pénzét az ablakon, hanem igenis tegyünk mellé elvárásokat. Nos, a bizottsági vitában elhangzott, hogy nem nekünk kellene az emberek pénzét beosztani, nem nekünk kellene az emberek helyett gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy egyrészt ez nem a segélyezetteknek elsősorban a pénze, hanem az adófizetők pénze. És minket, parlamenti képviselőket azért választottak be a tisztelt ház falai közé, hogy erre a pénzre a tudásunk szerint minél jobban vigyázzunk, és minél jobb legyen a felhasználása. Ez a javaslat ezt célozza meg. Nagyon röviden a javaslat lényege, hogy egy névre szóló, át nem ruházható, készpénzre nem váltható kártyát, plastikkártyát kapnának a rászorulók, amelynek 80%-a és a támogatások 80%-át ezen a szociális kártyán vehetnék fel, illetve 20%-ot készpénzben kapnának meg. Fontos lenne még, hogy együttműködjenek a szociális ellátórendszerrel, jövedéki terméket ne vásárolhassanak rajta, hanem ehelyett élelmiszert, ruházatot, tanszert vagy gyógyszert vásároljanak. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy évben már nagyon sokat lehetett hallani erről a kérdéskörről, tehát tovább a javaslatot nem szeretném boncolgatni. Viszont mindenképp ki szeretnék térni arra, hogy ugyancsak a bizottsági vitában a kormány részéről azt hangzott el, hogy Magyarországon nem időszerű a szociális kártyának a bevezetése. Én tisztelt képviselőtársaimnak szeretném jelezni, hogy a Felvidéken úgy látszik jobban olvassák a Jobbiknak a programját, mert ott időszerűvé vált, hiszen bevezetik ebben az évben több településen is kísérleti jelleggel a szociális kártyát tőlünk északra. Mi úgy gondoljuk, hogy a mi gazdasági körülményeink és társadalmi körülményeink ugyanúgy szükségessé tennék ennek a rendszernek a működtetését, mint tőlünk északra. Március 16-án volt a bizottsági vita, akkor hangzott el, hogy nem szükséges a szociális kártya Magyarországon, és ugyanakkor némi meglepetésre egy valamelyest hasonló javaslatot terjesztettek a szociális konzultáció révén a magyar társadalom elé, hiszen az 5. pontja a konzultációnak, konzultációs kérdéseknek így szól. Vannak, akik azt javasolják, hogy az állam szociális segélyt a rászorulóknak ne pénzben, hanem alapvető szükségleti cikkekben, például élelmiszerekben adja. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy vannak olyanok, akik ezt szeretnék, mi azt mondjuk, hogy ez nem igazán egy költséghatékony módszer.
ugyanis sokkal egyszerűbbnek tartanánk, ha több százezer plastikkártyát osztanánk ki a rászorulók részére, nem pedig minden évben több százezer tonna élelmiszert, háztartási árut, vegyi árut szállítanánk ki a számukra, sőt, még az sem igazán költséghatékony, hogyha esetleg ők maguk az önkormányzatoknak a különböző hivataljába esetleg bemennek azért, hogy átvegyék ezeket a cikkeket. Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar bolthálózat azért van, hogy ott vásárolhassanak, és hát éppen, hogy nem mi akarjuk beosztani másoknak a pénzét bizonyos tekintetben, hiszen ha kiosztásra kerülnek élelmiszerek, akkor az nyilvánvalóan meghatározott élelmiszer lehet, így viszont dönthet a saját keretéből a vásárló, hogy adott esetben parizelt, vagy éppen virslit kíván aznap vacsorára étkezni. A másik nagyon fontos dolog még az uzsorakamat kérdése. Ez a rendszer igenis határozottan vissza tudja szorítani azt a uzsora bűnözést, ami Magyarországon tapasztalható. Mindenképp meg kell jegyezni, hogy ez a fajta bűncselekmény elsősorban cigány származású személyek követik el a saját cigány származású személyeik ellen, saját közegükbe. Magyarul, hogyha valaki a cigányság felzárkóztatását előszeretné segíteni, annak lényeges eleme ez is. Mert igenis higgyék el, hogy az uzsora bűnözők nem élelmiszereket akarnak egyik faluból a másik faluba vinni, hiszen ezek után készpénzt nem tudnának kapni, legfeljebb lisztet, cukrot és különböző árut. Higgyék el, hogy azok a 20 milliós fekete dzsippek, amik megjelennek egy segélyosztáskor, nem azért mennek oda, hogy teli tömjék a csomagtartóikat különböző élelmiszerekkel. Meg fog szűnni ez a bűnözés, hogyha ezt a rendszert sikerül felállítani Magyarországon. Én azt kérem, tisztelt képviselőtársaim, hogy ezúttal ne azt nézzék, hogy melyik pártnak a programjába szerepelt ez a javaslat, hanem az észszerűséget és az ország érdekét. Köszönöm szépen! Most a frakciónkénti hozzászólásoknak adok lehetőséget. Vágó Sebestyén képviselő úr, Jobbik. 2 perces. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Folytatnám, amit Schneider Tamás bizottsági elnök úr elkezdett. Ő hozta a szlovák példát. Magyarországi példa is volt, a tokai kistérségben bizonyos településeken bevezették a szociális kártyát. Természetesen az akkori törvényi feltételeknek ez nem felelt meg a pénzben és a természetbeni jutatások rendszerének megfelelően. Éppen ezért kéne, hogy az országgyűlés tárgyalatba vegye ezt a határozati javaslatot, hogy ezt megvitathassuk, és a szeptemberben tárgyalásra kerülő, vagy ősszel tárgyalásra kerülő szolgáltatási törvényben már ennek megfelelően tudjuk kialakítani a természetbeni és pénzbeni jutatásoknak a rendszerét. Ezen kívül még szakmai viták voltak ebben a kérdésben a monoki példa kapcsán, de nagyon sokszor inkább csak ideológiai síkon folytak ezek a viták. Sokszor az volt a vád ezzel az intézkedéssel szemben, hogy stigmatizál, kirekeszt, láthatóvá tesz segélyből élő embereket, illetve szociális ellátásból élő embereket. A bizottsági vitában is azt mondtam, amit most is el tudok mondani, hogy ha én diplomás emberként ilyen helyzetbe, ilyen élethelyzetbe kerülnék, hogy szociális ellátást, illetve segélyt kéne kapnom, én nem érezném magam stigmatizáltnak azért, mert egy kártyát kapok, amit tudok vásárolni. Akár készpénzben kapnám, akár kártyán kapnám, a gyermekemnek, a családomnak, a megélhetésem segítésének, illetve a lakhatásomra fordítanám ezt az összeget. Tehát nem stigmatizál. Azok számára stigmatizál, akik amúgy is szeretik magukat mindig stigmatizált és kirekesztett társadalmi tagnak éreztetni és felmutatni magukat, illetve azok mondták nagyon nagy hével azért stigmatizálásos témát, akik inkább a liberális holdudvarba tartozó szociális értelmiségek közé tartoznak. Nekem csak egy olyan kérdésem van a társadalomba vétellel kapcsolatban, hogy ezt a liberális szemléletet, szociális, illetve szociálpolitikai szemléletet szeretnénk folytatni, vagy át szeretnénk térni egy nemzeti, konzervatív szociálpolitikai rendszerre. Köszönöm szépen! Nem látok több bejelentkezőt, de jönnek egymás után. Seirin Gábor, LMP, 2 perces. Köszönöm szépen a szót. Érdekes a helyzet, mert az LMP megalakulása környékén ez a téma már napirenden volt, és az előző kormány az Út a munkához program párjaként a szociális kártyát már egyszer elővette. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert akkor, ahogy az előző kormány terveit, ugyanúgy a Jobbiknak a hasonló irányú és hasonló ihletettségű terveit is csak keményen kritizálni tudjuk. Egy, nem igaz, hogy az lenne a probléma, hogy Magyarországon az emberek lusták és nem akarnának dolgozni. Ugyanis aki munkához jut, az az OECD átlagban
európai nemzetközi összehasonlításban a második legtöbbet dolgozza. Tehát a probléma alapvetően az, hogy nincs munka. Nem az a baj pedig, hogy az emberek lusták lennének. Aztán a szociális kártya mögötti filozófia második nagy tévedése az az, hogy túl sok lenne a szociális segély. Hát 2008-ban, amikor ez az ötlet, ez a hibás ötlet felmerült, már akkor igaz volt az, hogy a szociális célú támogatásoknak mindösszesen 3%-át teszi ki a rendszeres szociális támogatás. Jelentem, azóta a rendszeres szociális támogatás összege semmivel sem nőtt, tehát a teljes kiadásokhoz mérten ennek az értéke csak tovább csökkent. Aztán egy teljesen téves előítélet, hogy a szociális támogatást elherdálnák, elisszák. Hát 2007-ben az állami, figyeljenek, 2007-ben az állami foglalkoztatási szolgálat felmérése szerint a rendszeres szociális segélyben részesülők mindössze 5%-a küzd alkohol problémákkal. Tehát 5%. Köszönöm szépen. Úgyhogy a zárásként azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy teljesen téves logika, ami az emberek büntetéséből, nem pedig az esélyhez juttatásából indul ki, úgyhogy ezért nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. Lázár János képviselő úr, frakcióvezető úr, Fidesz. Igen, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr! A Fidesz Magyar Polgári Szövetség parlamenti frakciója nem zárkózik el attól, hogy erről a kérdésről parlamenti vita és érdemi egyeztetés folyjon. Mi nem tudunk azonosulni az LMP-nek az előbb elhangzott álláspontjával. Nézetünk szerint a szociális rendszerben számos visszaélésre van példa Magyarországon. Ezért a szociális kártya bevezetését vagy bármilyen más a szociális rendszer átalakítását érintő intézkedés előtt nyitva állunk. Készek vagyunk erről tárgyalni és egyeztetni, de szeretnénk megvárni annak a konzultációnak az eredményét, amelyet miniszterelnök úr, a szocialistákat nem hozza lázba az emberekkel való konzultáció, ez régi hagyomány náluk, tehát megvan a tradíciója. Szeretnénk megvárni, ha elnök úr megengedi, akkor, és lehetővé teszi, akkor szeretném röviden befejezni. Tehát szeretnénk megvárni annak a 8 millió embernek a véleményét, illetve akik véleményt kívánnak közülük formálni, akiket miniszterelnök úr keresett meg a szociális konzultáció keretében, és a kérdések pontosan a szociális ellátórendszer minőségére, az ellátás formáira, és hát nyilvánvaló az emberek véleményére koncentrál. Várjuk ezeket a javaslatokat június 15-éig, június végéig föl fogjuk dolgozni ezeket a javaslatokat, és már 909 ezer ember tartotta fontosnak, hogy vélemény nyilvánítson. Én azt szeretném kérni a szocialistáktól, hogy ha más nem, legalább ennek az 1 millió embernek a véleményét legyenek szívesek tiszteletben tartani, és ezt követően készen állunk a meggyőződésünk szerint figyelemre méltó probléma felvetés megtárgyalására. Köszönöm. Soltész Miklós képviselő úr, KDNP. Képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt Országgyűlés! A felvetésre folytatnám azt a gondolatmenetet, amit Lázár János frakcióvezető úr elkezdett, miszerint, és itt elnök úrnak, bizottsági elnök úrnak szeretném jelezni a következőt. Először is, amikor átalakítottuk a családi pótlékot iskoláztatási támogatássá, akkor azzal a feltétellel kapja vissza az 50 órán túl hiányzó gyermek, illetve családja a családi pótlékot, hogy egyrészt újra elkezd iskolába járni, másrészt pedig természetbe kapja meg mindezt. Tehát amit ön felvetett, annak nagyon sok alapja van. És miután az egyik frakciótársa említette is, hogy a szociális konzultáció, amit elkezdtünk, és a nemzeti szociálpolitikai koncepcióba felvetettük azt, hogy igenis létjogosultsága van, hogy összevessük az összes támogatást, amelyet egy-egy család kap, az összes támogatást, ami legyen étkezési támogatás, iskoláztatási támogatás, vagy akár pedig a családi pótlék és a gyesnek a kérdése. Én akkor tudom ezt elképzelni, amit önök felvetettek, hogyha akár az államkincstártól érkező támogatások, állami támogatások, akár az önkormányzatoktól érkező támogatások, de hozzáteszem a karitatív szervezetektől érkező támogatások,
mások is összefutnak. Mert való igaz az, amit önök felvetettek, hogy sok százezer ember él a létminimum közelébe munkával, míg sok tízezer ember él úgy, hogy különböző helyekről megkapja a támogatásokat, és bizony ezek a támogatások nem futnak össze. Tehát én is azt kérném önöktől azt a türelmet, miszerint egyrészt a szociális konzultációnak az eredményén meg fognak érkezni, másrészt pedig ennek az egész rendszernek a kialakítása, higgyék el, időben telik, de azt semmiképp sem tudjuk elfogadni, amit az LMP mondott, hogy a képviselők mondott, higgyék el, ez nem mehet tovább, mert csak tönkreteszi mind a segélyezők, mind pedig a segélyezetteknek az életét. Köszönöm a figyelmet. Kis Péter képviselő úr, MSZP. Tisztelt képviselőház, ezt eddig is láttuk, hogy a Fidesz és a Jobbik abban a kérdésben egyetért, hogy aki amúgy is nehéz helyzetben van, annak úgy lehet megoldani a problémáját, hogyha kriminalizáljuk. Hogyha táppénzcsalónak nevezik, hogyha gyógyszerkasszával visszaélőnek nevezik, vagy hogyha direkt magát lerokkantosítónak. Ez a megoldás, ez a javaslat úgy, ahogy ebben a formájában most itt van az asztalon, ismét arra tesz kísérletet, hogy azokat állítsa be felelősként, akik nehéz helyzetben vannak. Hogy csak abból a szempontból vizsgálja a szociális támogatásokat, hogy azok, akik visszaélnek ezzel a szociális támogatással, azok hogy büntethetők, vagy azoknak hogy fogható el az ultija. Én úgy hiszem, hogy ez a fajta szociális szempont, ez nem megfelelő egy európai ország számára. Úgy gondolom, hogy itt szükség van az empátiára. Ez a határozati javaslat arról árulkodik, hogy a készítői nem gondolkodtak azon családok fejével, akiknek problémája van, akik azért kapnak szociális támogatást, és ez a többség, mert olyan helyzetbe jutottak gyerekeik vagy a család maga. Azaz, hogyha a családban keletkezik egy olyan probléma, amire született ez a javaslat, hogy a szülők például nem a gyermekre költik el az arra szánt forrásokat, akkor nem segíteni akar, nem családtámogatás oldaláról, nem a szociális rendszer oldaláról kezd el lépéseket tenni, akár a civil szféra megerősítésével, vagy a szociális intézményrendszer bevonásával, hanem rögtön a büntetés eszközéhez nyúl, rögtön kriminalizálja a kérdést, és abban a pillanatban igyekszik elvonni a szuverén döntés lehetőségét a családtól, amelyik pillanatban is érzékeli a problémát. Őszintén szólva, a határozati javaslatát nem nyújt jó megoldási irányt, nem rendelkezik azokkal az elemekkel, amelyekkel kiegészítve egyáltalán komolyan vehető volna a probléma kezelését illetően. Ezért ilyen formában nem tartjuk alkalmasnak. Köszönöm szépen. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e. Igen, Schneider Tamás képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Én úgy gondolom, az itteni felszólalásokból is látszik, hogy egy igen szép vitát lehetne nyitni erről a kérdéskörről. Ezért is kérem én a kormánypártokat, mivel sok tekintetben, mint látható, hasonlóan gondolkodunk, hogy egyetértve azzal, hogy megvárva a szociális konzultációnak az eredményét, igenis vegyék tárgysorozatba, és adott esetben térjünk vissza rá az ősz folyamán, vitassuk meg ezeket a kérdéseket. Én mindenképp szeretném azért megjegyezni, hogy egyszerűen értetlenül állok az itteni LMP-s és MSZP-s felszólalások előtt. Felvidéken ezt mindössze néhány nagyon szélsőséges liberális személy engedhette meg magának, hogy így viszonyuljon az ottani szociális kártyához, az egész társadalom mellette áll tulajdonképpen. Megdöbbentő, hogy büntetésnek tartja azt MSZP-s képviselőtársam, hogyha nem alkoholra költi a segélyt és a gyerekeknek szánt családi pótlékot egy családfő, hanem bizony tejet vásárol a gyerekeknek. Erről van szó. Ez a büntetés, hiszen ez a javaslat semmi másról nem szól, semmilyen büntetés nincs benne, mint hogy azt akarjuk, hogy azok a gyerekek, akiket hát sok esetben igen meggondolatlanul akár 8-10 gyermeket is vállalnak, megfelelő körülmények között nőjenek föl, ne azt lássák, hogy a szüleik soha nem dolgoznak, állandóan kocsmába járnak, és innentől kezdve az ő életük is gyakorlatilag egy ilyen körülmények közé lesz bezárva. Úgyhogy nagyon kérem tisztelt képviselőtársaimat, a kormánypártot, hogy gondolják át a javaslatot, és kérem vegyék tárgysorozatba, hogy az ősszel erről úgy lehetőleg egy jó parázsvitát folytathassunk, és láthassa a társadalom ki mellett áll. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszélyes Schneider Tamás és képviselőtársai által előterjesztett H/2445-ös számú határozati javaslatot kérem szavazzanak most.
44 igen, 273 nem, 30 tartózkodás mellett nem vette társadalmazatba az országgyűlés a javaslatot. Tisztelt országgyűlés, a jegyzők megszámolták a név szerint leadott szavazatokat. Bejelentem tehát, hogy az országgyűlés 263 igen szavazattal, 108 nem ellenében tartózkodás nélkül a TPER 3199-es számú törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hogy hozzájárulnak-e ehhez, kérem szavazzanak. ...255 igen, 99 nem, nulla tartózkodás mellett elfogadta az országgyűlés az indítványt. Tisztelt országgyűlés, soron következik az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi 32-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Lázár János, Balsai István és Talabér Márta képviselők önálló indítványát TPER 3200 számon kapták készhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozattal következik most. Emlékeztetem önöket, hogy a kormány támogató álláspontját az általános vita kezdetén államtitkár úr már ismertette. Az előterjesztés elfogadásához az alkotmány rendelkezései alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Tisztelt ház, kérdezem tehát önöket, elfogadják-e a TPER 3200-as számú törvényjavaslatot? Kérem szavazzanak most. ...257 igen, 99 nem, nulla tartózkodással az országgyűlés elfogadta a javaslatot. Az előterjesztők indítványozták, hogy az országgyűlés elnöke az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kérje a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hogy hozzájárulnak ehhez, szavazzanak most. ...257 igen, 98 nem, nulla tartózkodással a sürgős kihirdetést kérte az országgyűlés. Tisztelt országgyűlés, soron következik a közép-európai funkcionális légtérblokk létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést TPER 3292-es számon megismerhették. Előterjesztői expozé következik. Fónagy János államtitkár úr, 20 perces maximális időkeretben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, kedves képviselőtársaim! Az önök előtt lévő törvényjavaslat a közép-európai funkcionális légtérblokk létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről rendelkezik. A megállapodás 7 állam, Bosznia-Hercegovina, cseh, horvát, magyar, osztrák, szlovák és szlovén köztársaság, valamint azok nemzeti felügyeleti hatóságai és léginavigációs szolgáltatai közötti együttműködés jogi és intézményes kereteit határozza meg. A funkcionális légtérblokk alkalmazásával, létrehozásával egy, az államhatároktól függetlenül kialakított működési követelményeken alapuló rendszer jön létre. A megállapodás az Európai Parlament és a Tanács által kiadott, az egységes európai égbolt létrehozásáról rendelkező rendeletcsomaggal összhangban megoldást nyújt a térség légiforgalmi integrációjára. A funkcionális légtérblokk kialakítása európai uniós kötelezettség, létrehozásuknak és működésük megkezdésének határideje 2012. december 4-e. A megállapodást 2011. május 5-én írták alá Szlovéniában. A közép-európai funkcionális légtérblokk létrehozása a térség központi elhelyezkedése miatt meghatározó eleme lehet az egységes európai égbolt sikeres végrehajtásának.
A légterek egységesítésének hivatalos megindítása tehát a régión túlmutató jelentőségű esemény és eredmény. A funkcionális légtérblokkok létrejöttével a légijárművek a lehető legrövidebb útvonalon közlekedhetnek, üzemeltetési költségeik így csökkennek. A gazdaságosság és a gyorsaság mellett az észszerűbben szervezett közlekedés, a károsanyagkibocsátás, a zajterhelés mérséklését is eredményezi. A legfontosabb változtatások a légiforgalom irányításában várhatók, a légtérblokkban szerveződés összehangoltabb koordinációt tesz majd lehetővé. Mindezekre te figyelemmel kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a T3292